új egyetemi képzések Kisvárdán. A Felső-Szabolcsi Kisvárosban a turizmus vendéglátás és a vidékfejlesztési agrármérnök szakokra vettek fel új hallgatókat. Még nem késő oltani, teljes körű védelmet érhetnek el a gyermekek a bárányhimlő elleni vakcinával. Hamarosan légi felderítés. Ellenőrzik a parlagfűvel fertőzött területeket, ahol allergén növényt találnak, ott már bírságolnak is. Újabb egyetemi képzések indulnak el idén ősztől Kisvárdán. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A Felső-Szabolcsi Kisvárosban működő Kisvárda Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ közreműködésével a turizmus vendéglátás és a vidékfejlesztési agrármérnök szakokra vettek fel új hallgatókat, de folytatódik a tavaly nagy sikerrel elindított mezőgazdasági mérnök szak is. Hangzott el a második Kisvárdai Nyári Egyetem csütörtöki megnyitóján, ahol a régió gazdaságfejlesztéséről és a digitális ipar lehetőségeiről is előadásokat hallhattak a résztvevők. Tavaly szeptemberben kapcsolódott be az Országos Felsőoktatási Vérkeringésbe Kisvárda, ekkor indult el a Debreceni Egyetem segítségével a mezőgazdasági mérnök alapszak. Akkor a meghirdetett 25 hallgatói helyre több mint 8-szoros volt a túljelentkezés, az érdeklődés pedig ebben az évben sem csökken a kisvárdai képzési hely iránt. Idén februárban az Óbudai Egyetem jelentette be, hogy műszaki és informatikai felsőoktatási szakképzéseket indít 2017. szeptemberében és 2018. februárjában Kisvárdán. A nagy érdeklődés miatt a Civisváros Felsőoktatási Intézménye közben a meglévő mellett újabb szakokat indít el a Felső-Szabolcsi Kisvárosban. Újabb képzéseket indítunk el a Debreceni Egyetemmel, együttműködésünk egy sikertörténet a gazdaságtudományi karral, a turizmus vendéglátás, a vidékfejlesztési agrármérnök új szakokat indítottuk, nagy sikerrel jelentkeztek a hallgatók, mind a két szakot indítjuk a Kisvárda Közösségi Felsőoktatási Képzési Központba, a mezőgazdasági mérnök képzést újraindítjuk, illetve ebbe az évbe is meghirdettük, meg kellett emelnünk a létszámot. A 25 fő maximálban volt, 25 főbe 30 főre emeltük, és egy új egyetem is belépett a képzésbe, a Szent István Egyetem Gödöllő élelmiszermérnök. Több mint 100 hallgatónk lesz így. Az új szakokra az országos átlag feletti pontszámokkal vették fel a hallgatókat, és a karokra együtt és külön-külön felvett hallgatók összpontszáma előkelő helyen szerepel az országos összesítésben. A képzés fontosságát emelte ki a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára is, aki előadásában arról beszélt. Az észak-alföldi régióban viszonylag magas erőforrás igényen működő vállalkozások működnek, amelyeknek a fejlődés és a hatékonyabb termelés érdekében használniuk kell a modern digitális eszközöket és digitálisan is képezniük kell dolgozóikat. Manapság a munkaerő hiánya a magyar gazdaság fejlődésének az egyik nagy akadálya, tehát ha van jól képzett munkaerő, az magába vonja a külföldi tőkét. Tehát a feladat az, hogy a munkaerőt minél magasabb szinten képezzük ki, és ezáltal jussunk el arra a fázisba, hogy magasabb hozzáadott értéket biztosítson. Ami nagyon lényeges, a digitális tudás, a digitális ismeret, hiszen a korszerű ipar, korszerű gazdaság átment ilyen digitális átalakuláson, vagy megy át egy digitális átalakuláson. Tehát, hogyha azt akarjuk, hogy versenyképes, eladható tudás legyen, termék legyen, akkor mindenféleképpen ezt a digitális tudást meg kell szerezni. A nyári egyetem témái között szerepelt a 21. századi munkaerőpiaci trendek és a duális képzés kapcsolata, az élelmiszerellátó hálózatok modernizációja és az okosvárosok előnyei. Kifejezetten az adott térségnek megfelelő plenáris üléseket is tartottak az érdeklődőknek. Ilyen volt például a turizmus és vendéglátás aktuális kérdései az Észak-Alföldi régióban című tanácskozás. Teljes körű védelmet érhetnek el a gyermekek a bárányhimlő elleni oltással. A két vakcináért jelenleg összesen 20 ezer forintot kell fizetni Magyarországon. Ez ugyanis még nem tartozik a támogatott oltások közé. A bárányhimlő komoly szövődményekkel járhat, agyhártyagyulladást okozhat, de akár halálos kimenetelű is lehet a betegség. Évente közel 97 ezeren kapják el a bárányhimlőt a hivatalos statisztika szerint, azonban az esetek mintegy 60%-át nem is jelentik, derül ki a Magyar Nemzet adataiból. A szülők azonban védekezhetnének a fertőzés ellen egy-két vakcinából álló védőoltással.
Ez jelenleg még nem tartozik a kötelező térítésmentesen elérhető oltások közé hazánkban. A két vakcináért összesen 20 000 forintot kell fizetni gyermekenként. Mi nagyon szeretnénk, hogyha minél hamarabb minden gyermek átesne a védőoltáson. Ez gyakorlatilag két oltásból áll, ami teljes védettséget biztosít. Korábban ez hosszú évekkel ezelőtt egy oltást adtunk, és kiderült, hogy ez nem elegendő. Mivel ez egy legyengített élővírus tartalmazó oltóanyag, ezért bizonyos kor alatt nem célszerű adni, ezt mi egy éves kor körülre határozzuk meg. Tehát egy évtől két hónapos időközönként két oltással teljes védettség biztosítható. Az orvos hozzátette, ezt leginkább közösségbe kerülés előtt javasolt beadatni a gyermekeknek. Bár jövő héten már kezdődik a tanév, Újhelyi János szerint még nem késő, ha legalább az első vakcinát megkapja valaki. Így még ha el is kapja a gyerek a bárányhimlőt, a szelidebb lefolyású és biztosan szövődménymentes lesz. Sok szülő azonban még mindig nem oltatja be a gyermekét. Tévedés az, hogy szülők részéről, hogy ez jó dolog, hogyha elkapják egymástól. Tudunk arról, hogy bizonyos városokban vannak ilyen zsúrok, bárányhimlő zsúrok, hogy egy bárányhimlős gyerek környezetébe összejönnek a gyerekek, és hát ez nagyon veszélyes, mert ez lehet akár életveszélyes lefolyású is. A bárányhimlő kezelésében is vannak problémák Újhelyi János szerint, főleg a kiütések és hólyagok eltüntetésére használt krémeket vagy esetleg házi praktikákat kellene elfelejteni a szülőknek. Ő azt javasolja, külsőleg ne használjanak semmit a gyermekek bőrén. A bárányhimlőnek, mint bármelyik vírusfertőzésnek, lehet olyan komoly egész szervezetre kiterjedő hatása, mint például a tüdő vagy agyhártyagyulladás, de akár halálos kimenetelű is lehet a betegség. Hamarosan légi felderítéssel ellenőrzik a parlagfűvel fertőzött területeket, 110-150 ezer hektár területet vizsgálnak át a hatóságok. Ahol parlagfűvet találnak, ott júliustól már bírságolnak is. Területnagyságtól függően 5 milliós bírságot is kiszabhatnak a parlagfű miatt. Általában mezőgazdasági területeken virágzik ilyenkor a gyomnövény. Júliustól már bírságolhatnak parlagfű miatt. A nyár első felében csapadékos időjárás volt, gyorsan növekedett az allergiát okozó növény. Időben kezdték a hatóságok az ellenőrzéseket a megyében. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében főként a mezőgazdasági területeken találnak elhanyagolt parlagfüves parcellákat. A esetek egy részében még száros leveles parlagfüvet találtunk, itt a gazdákat felszólítottuk védekezésre. Amennyiben virágzó parlagfüvet adott át már a földhivatal, ott bírságokat szabtunk ki. Ezek után folyamatosan ellenőrzik a földi úton a területeket, és folyamatosan adják át a hatóságunknak az ügyeket, és jelenleg a bírság kiszabása várhatóan olyan 2-2,5 millió forint között tart. Ahol nem írtják az allergiát okozó növényt, 15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedő büntetés szabható ki. Ezeken a képeken a földhivatal tavalyi parlagfű légifelderítő akciója látható, hasonló ellenőrzésre hamarosan számítani lehet. Várható a légifelderítés is, ami a következő hétre tehető, ami egy nagyon hatékony eljárás, mivel a tavaly előtt évben és ezekkel a megye területén nagyon hatékonyan néhány óra alatt, például tavaly 3,5 óra, légi óra felderítéssel közel 118 ezer hektár területet tudtunk bejárni. Ezeken a területeken fölmértünk egy olyan 18 hektár fertőzött területet, ami 20-23 tulajdonost érintett, és itt egy nagyon gyors, hatékony intézkedést tudtunk tenni, és a bírságokat ki tudtuk szabni. A légi felderítéssel az eldugott területeket is jól fel lehet térképezni. A szennyezett részeket GPS koordinátákkal bemérik, ami az úgynevezett parlagfű információs rendszerre felkerül, és ezzel elindul a tulajdonos elleni hatósági eljárás. Egyébként a hatékony, megelőző intézkedéseknek köszönhetően évről évre csökken Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a parlagfűvel fertőzött területek nagysága. A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy néhány tő is nagy szennyezést tud okozni, és épp augusztusban tetőzik a parlagfű pollen koncentráció a levegőben.
Halálos kimenetelű közúti közlekedési baleset történt ma reggel Kemecsén a Szent István utcán. Az elsődleges adatok szerint egy személygépkocsi kanyarodása közben nem biztosított elhaladási elsőbséget egy motorkerékpárosnak, melynek következtében a két jármű összeütközött. A baleset során a motorkerékpár vezetője, egy 58 éves kemecsei férfi, a helyszínen életét vesztette. A személygépkocsit vezető 44 éves kótai férfit a mentőszolgálat munkatársai kórházba vitték. A baleset körülményeit a Nyíregyházi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya szakértő bevonásával vizsgálja. A Név Carmen című szerelmi játékot is láthatja majd a közönség a Móricz Zsigmond Színház következő évadában. Arról, hogy miként készülnek a színészek a darabra, hamarosan láthatják előtte, nézzük a híradó további témáit. Nem volt jelentős játékos mozgás az MB2 északkeleti csoportjában bajnoki címet szerző Máté Szalkai női kézilabda csapatánál. Két játékos távozott, kettő pedig érkezett. Vakarcs Krisztina együttese a jövő hét végén Hajdúböszörményben vesz részt egy tornán, a bajnoki rajton pedig szeptember közepén Ózdon lép pályára az MMTK. Három korosztályban 17 csapat részvételével nemzetközi lányutánpótlás kosárlabda torna kezdődött ma délután Nyíregyházán. Az NKS által szervezett rendezvényen 5 serdülő és 6-6 kadett, illetve junior csapat lép pályára 3 helyszínen. A Név Carmen című szerelmi játékot is láthatja majd a közönség a Móricz Zsigmond Színház következő évadában. Carmen szerepét Kosik Anita alakítja, a férfi főszereplő Zsozé megformálója pedig Nagyidai Gergő a darabban. A bemutató szeptember 29-én lesz a Nyíregyházi Teátrumban. A darabot Proper Mérim nyomán Segyenszki Nóra rendező írta. Kosik Anita Carmen szerepében próbál a Móricz Zsigmond Színházban. A Prosper Mérimé kisregénye alapján készült darab főszereplője egy végzetes monzerejű cigánylány, aki beleszeret Zsozéba. Nagyon jó, nagyszerű szerep, nehéz szerep, ilyen szembesítős szerep, tehát nem bujkálhatok, hogy itt most így eljátszogatok valamit, aztán majd hazamegyek, és minden oké, hanem vagy oda teszem, és kirakom a szívem meg a vérem folyjon, vagy nem ér az egész semmit. A férfi főszerepet Nagyidai Gergő alakítja. A darabban Zsozé egy egyszerű katona, akinek mindössze annyi a vágya, hogy a legjobb szolgálatot nyújtsa a seregben, azonban keresztezi az életét Carmen. A próbák 3 napja kezdődtek. Most kapcsolódott bele a Dányi Andrea a próba folyamatba, ebbe is forgattatok bele, igazából az ő munkájába kaptatok betekintést. Hát most már úgy, ha szépen haladunk előre most már, tehát így húzzuk rá azokat a pluszokat, amik majd egyedivé fogják tenni ezt a Carment. A Carmen egy szenvedélydús dráma, a nyíregyházi feldolgozás érdekessége, hogy egy intim térben, a művésztúdióban meséli majd el a szerelmes történetet. Ugye az nagy kihívás, de mindig nagy nehézség, és amikor az ember novellához, kisregényhez vagy regényhez nyúl, hogy ezek narratív történetek ugye a műfajból adódóan, tehát mesélnek. És ugye nyilvánvaló az ember például azért nyúl egy Carmenhez, mert nagyon sok drámaiság van a történetben, vannak benne feszültségek, csomópontok, összecsapások, konfliktusok, aminélkül ugye egy dráma nem lehet el, vagy hát el lehet, de azért akkor elég nehéz színpadra tenni. Tehát nekem adaptálóként ezeket a csomópontokat kellett megragadnom, és színpadi történetté formálnom, színpadi történéssé sűrítenem. A darab bemutatója szeptember 29-én lesz annyira egy házi Móricz Zsigmond Színházban. Nem volt jelentős játékos mozgás az MB2 északkeleti csoportjában bajnoki címet szerző Máté Szalkai női kézilabda csapatnál. Két játékos távozott, kettő pedig érkezett. Vakarcs Krisztina együttese a jövő hét végén Hajdúböszörményben vesz részt egy tornán, a bajnoki rajton pedig szeptember közepén Ózdon lép pályára az MMTK.
Július vége óta készül a bajnokságra a Mátészalkai női kézilabda csapat, amely ugyan bajnoki címet szerzett az NB2-ben, de nem vállalta a magasabb osztályban való szereplést. Az első időszakban napi 3 edzésen az előnléti munkán volt a hangsúly, majd csökkent az edzésszám, és egyre inkább előtérbe kerültek a labdás gyakorlatok. Az edző Vakarcs Krisztina szerint előnyt jelent, hogy egy összeszokott társaság kezdte el a felkészülést. A játékos keretünk az úgy gondolom, hogy nem változott. Tehát amiben változtattunk, az egy bálos poszt és egy kapus poszt. Két játékosunk az eligazolt, az a Sigér Dórika és az Árnyas Petra. A távozók helyére Mátra Völgyi Gerda és Kis Gabriella érkezett. A csapat már túl van egy hajdunánási edzőmeccsen, amin abszolút pozitív benyomásokat szerzett a szakmai stáb. Már a felkészülési mérkőzésen is látszott az, az edző elmondása alapján, hogy a tavalyi ilyenkori állapotoktól eltérően sokkal előrébb tartunk. Nyilvánvalóan most már játékosok sokkal jobban érzik egymást, illetve az a csapategység, ami a elmúlt év folyamán kialakult, már a kezdés során látja azt és előrevetíti azt, hogy ezek a lányok újra azt a célt tűzték ki, illetve hát a szakosztály vezetés is ezt jelölte meg, hogy a dobogó valamelyik fokán végezzünk. A szurkolók részéről joggal merült fel az a kérdés, hogy a bajnokság ilyen mérvű megnyerése után miért nincs följebb kerülés, miért nincs az NB1-be bevállalva. Hát erre a válasz egyértelmű volt. Végig számoltuk azt pénzügyileg, hogy ennek milyen kiadási oldala lenne. Ezen kívül azt gondolom, hogy jelenleg infrastruktúrálisan sem állunk úgy, hogy mi egy magasabb osztálybeli bajnokságban tudjunk szerepelni, és amit talán a legfontosabb említése méltó dolog, hogy annak ellenére, hogy rendkívül sok 16 utánpótlás csapattal rendelkezünk, azonban azt tudjuk, hogy a másodosztályban, az az NB1B-ben kiemelt serdülő bajnokságban kell szerepeltetni csapatot a felnőtt csapat mellett. Ennek a lehetősége most jelenleg itt a serdülő játékosaink akadémiai rendszerbe való igazolása véget nem megvalósítható. A Mátészalkai MTK a jövő hét végén Hajdúböszörményben vesz részt egy felkészülési tornán, a bajnoki rajton pedig szeptember közepén Ózdon lép pályára Vakarcs Krisztina együttese. 3 korosztályban 17 csapat részvételével nemzetközi lányutánpótlás kosárlabda torna kezdődött ma délután Nyíregyházán. Az NKS által szervezett rendezvényen 5 serdülő és 6-6 kadett, illetve junior csapat lép pályára 3 helyszínen. A torna vasárnap délután fejeződik be. A nyíregyházi kosársuli évek óta rendez szezon előtti felkészülési tornát korosztályos csapatok számára, ennyien azonban még soha nem fogadták el a szervezők meghívását. 3 korosztályban 18 együttest vártak, végül azonban 17 gárda lép pályára, a Szent Imre, a Bánki és az Ötvös torna csarnokában. Már hónapok óta ezzel foglalkozunk, tehát mi megpróbáltuk ezt már május végén, június elején elkezdeni, hogy azokat a csapatokat, akik ugye régebben is itt voltak a tornákon, ők szívesen jönnek vissza, és olyan új csapatokat megkeresnek, akik még nem voltak itt. Nem egyszerű, azért nem egyszerű, mert még ezelőtt egy 3 héttel is voltak csapatok, akik lemondták a tornával a részvételt, különböző okok miatt vagy betegség, vagy sérülés után, vagy éppen más tornára utaztak el, sőt, még a mai nap folyamán is lemondta az egyik román csapat a részvételét, innentől kezdve kezdődik megint új logisztika, új szervezés, időt a tenni, tehát ugye itt a csapatoknak a szállás, időben le kell foglalni, főleg, hogy most a Vidor Fesztivál is van Nyíregyházán. A szakmai igazgató szerint fontos, hogy a fiatalok minél több stílus ellen mérhessék le, hogy hol tartanak a felkészülésben. 4 nap alatt 5 mérkőzést játszanak le a gyerekek, hát ugye eleve megnézzük azt, hogy a felkészülésnél egyáltalán hol tartunk, milyen szinte sikerült már megoldanunk azt, hogy a gyerekek fizikai állóképessége meglegyen. Ugye a taktikáról még nem nagyon beszéltünk, hogy elsősorban eddig a fizikai felkészülés volt az, ami előtérbe került, de most látjuk azt, hogy a más területeken lévő csapatok milyen játékstílus képviselnek, hogy nekünk mi az, amiben erősödnünk kell, mi az, amiben fejlődnünk kell, mi az, amiben esetleg ők előttünk járnak. Mert egyértelmű, hogy ahány terület, annyiféle játékstílus játszik, ahány csapat, ahány edző, annyiféle magának a játéknak a felfogása, és ez úgy gondolom, hogy ez a sok területre érkező, sok mérkőzés, az maximálisan elő fogja segíteni azt, hogy a bajnoki szezonban is esetleg jól szerepeljenek a játékosaink. A tornán összesen 42 meccset játszanak a csapatok, az utolsó mérkőzések vasárnap, kora délután fejeződnek majd be.
A nyolcaddöntőben búcsúzott az Egyesült Államok beli Winston-Salemben Fucsovics Márton. A világranglista 122. helyén álló nyíregyházi teniszező az ATP 250-es tornán a 45. helyen jegyzett brit Kyle Edmundtól szenvedett 6-2-6-1-es vereséget. Fucsovics legközelebb a US Open első fordulójában lép majd pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Újabb egyetemi képzések indulnak el idén ősztől Kisvárdán. A Felsőszabolcsi Kisvárosban működő Kisvárda Közösségi Felsőoktatási Képzési Központ közreműködésével a turizmus vendéglátás és a vidékfejlesztési agrármérnök szakokra vettek fel új hallgatókat, de folytatódik a tavaly nagy sikerrel elindított mezőgazdasági mérnök szak is. Hangzott el a második Kisvárdai Nyári Egyetem csütörtöki megnyitóján, ahol a régió gazdaságfejlesztéséről és a digitális ipar lehetőségeiről is előadásokat hallhattak a résztvevők. Teljes körű védelmet érhetnek el a gyermekek a bárányhimlő elleni oltással. A két vakcináért jelenleg összesen 20 000 forintot kell fizetni Magyarországon, ez ugyanis még nem tartozik a támogatott oltások közé. A bárányhimlő komoly szövődményekkel járhat, agyhártyagyulladást okozhat, de akár halálos kimenetelű is lehet a betegség. Hamarosan légi felderítéssel ellenőrzik a parlagfűvel fertőzött területeket. 110-150 ezer hektár területet vizsgálnak át a hatóságok. Ahol allergén növényt találnak, ott júliustól már bírságolnak is. Terület nagyságtól függően 5 milliós bírságot is kiszabhatnak parlagfű miatt. Általában mezőgazdasági területeken virágzik ilyenkor a gyomnövény. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták augusztus 24-én csütörtökön. Friss hírekkel legközelebb holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat elérik honlapunkon is. Köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk, döntően anticiklon alakítja térségünk időjárását. Délnyugat-nyugat felől többnyire száraz, egyre melegebb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé. Az előttünk álló éjszaka gyengén felhős idő várható, csapadék nem lesz, a déli szél helyenként megélénkül. Reggelre általában 11 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gomoly felhős, napos idő várható, néhol előfordulhat zápor, zivatar. A déli szél helyenként megélénkül, de zivatarok környezetében átmenetileg erős vagy viharos széllökések is lehetnek. Délutánra 30 fokig emelkedik a hőmérséklet, fronthatás nincsen térségünkben. A hétvégén országszerte kánikula, sok napsütés várható, emellett fátyol, illetve gomoly felhők is megjelennek. Szombaton inkább csak az északi határ közelében, a hét utolsó napján, főleg az ország északi felén számíthatunk záporra, néhol zivatarra. Hétfőn egy hideg front vonul át térségünk felett, felhőzetéből több helyütt kialakulnak záporok, zivatarok. Kedden, szerdán már túlnyomóan napos, száraz időre van kilátás.